Mi köti össze Adolf Zukort, Tony Curtist és Jamie Lee Curtist? Az, hogy közvetlenül vagy közvetetten mindhárman kötődnek Máté Szalkához. Csak ezt kevesen tudják. Ezért is gondolta Máté Szalka vezetése úgy, hogy a Hollywood és Máté Szalka közötti kapcsolatokat érdemes szorosabbra fűzni, ezért egy új kampányt indítanak, hogy ezzel is felhívják a fiatalok figyelmét a térségből elszármazott hírességekre. A kampány szlogenje Máté Szalka Hollywood bölcsője, amelyhez nem csak egy logó, de egy ismeretterjesztő honlap is tartozik majd, emellett különböző rendezvényeket terveznek a fiatalok számára meghirdetett pályázatoktól a Nemzetközi Filmfesztiválig. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere azt mondta, a város jó kapcsolatot ápol a Magyar Hollywood Tanáccsal, amely együttműködés azzal kezdődött, hogy közösen megálmodták a Tony Curtis kávéházat. A polgármester úgy fogalmazott, a Magyar Hollywood Tanács elnöke nélkül a Máté Szalkaiak nem tudták volna felvenni a kapcsolatot Tony Curtis családjával. Most pedig tovább folytatják a kutatást az amerikai filmipar magyar gyökerei után azzal, hogy Máté Szalka és tágabb környezetéhez kapcsolódó települések elszármazottjait is bemutatják majd. Máté Szalka Hollywood bölcsője, de tulajdonképpen egy regionális központ is, és annyi híres személyre lehetünk a filmipar nagyjai közül büszkék itt az egész térségben, hogy ennek a regionális összefogását lehetséges Máté Szalkán ebben az együttműködési keretmegállapodásban kezelni. Úgyhogy rengeteg tervünk van, rengeteg elképzelésünk van, annak nagyon örülök, és köszönöm mind a két másik aláíró félnek, hogy támogatnak ebben bennünket, hiszen Máté Szalkán a kultúra mindig is nagyon-nagyon fontos volt, így nyilván a filmkultúra is, az örökségünk, Zukor Adolf öröksége, Tony Curtis öröksége predesztinál bennünket arra, hogy továbbfejlesszük ezt az együttműködést, amelyet a mai napon ünnepélyes keretek között írtunk alá. Fekszi Márta, az Origo Filmstúdió cégvezetője azt mondta, rengeteg kiemelkedő magyar filmes emlékét meg kell őrizniük, és ezek a történetek alkalmasak lehetnek arra, hogy a következő generációkat is lelkesítsék. Az Origo Filmstúdió nagyon nagy örömmel vesz ebbe részt, nem csak azért, mert a filmstúdióban mi magunk már több kis múzeumot nyitottuk, és az Oscar csillagösvény is van nálunk, ezen kívül meg Oscar szobrok, hanem azt gondoljuk, hogy a mi eszközeinkkel mi ehhez hozzá tudunk járulni, és azok a fiatalok itt, akik esetleg nem is nyernek majd díjat, de én nyilvánvaló, hogy fel fogom ajánlani, például, hogyha lesz a Hollywood vetélkedő a legjobb osztálynak, vagy a legjobb csoportnak, hogy amikor Budapesten járnak, nagyon szívesen látjuk őket a stúdióba, vagy akár egy-egy iskolai osztályt is. Máté Szalka kulturális életében minden évben a Fényes Napok elnevezésű rendezvénysorozata a legnagyobb attrakció. A megállapodás ezt is érinti. A Fényes Napok egyik napján rendezvényként megjelenünk, mint Origo és Hollywood Tanács, és emellett, miután idén cukorévről van szó, nyilván a mozi mellette, akkor az egyik cukoradó filmet fogja bemutatni. És ettől elkülönítve lesz a filmfesztivál, amit a gyerekeknek írunk ki, az is néhány napos program lesz, tehát nem csak a versenyfilmek bemutatása, hanem gondolkodunk azon, hogy esetleg iskolákba kimenjünk, és a gyerekeknek ott tartsunk előadást. Nyilván majd az iskolai igazgatókkal való egyeztetést követően, és utána itt lesz a zsűri is, amit úgy szeretnénk felállítani. Tavaly is ugye az Origo adta a zsűrinek az elnökét, idén is gondolkodunk vele, de be kívánunk vonni még más sokat és olyan jeles személyiségeket, akiket szívesen fognak a helyiek, és akiktől lehet tanulni is. A tavalyi évben augusztus 12-e és 14-e között rendezték meg az első Adolf Zukor Nemzetközi Filmfesztivált a Máté Szalkai Zukor Adolf Filmszínházban.